Isten hozott mindenkit ebben a koronavírusos időszakban, de mi megyünk tovább a jelenések könyvébe. A koronavírus egyébként és egyéb különböző vírusok, katasztrófák, betegségek témái a jelenések könyvének, és már beszéltünk ilyenekről. Külön koronavírusos alkalmat ezért nem akarok tartani, mert benne van a koronavírus azokban a fejezetekben és részekben, amikor különböző csapásokról beszél, a Földön lévő különböző csapásokról beszél, amik mindegyik az Isten trónjától indul el. Egyik sem, ahogy a koronavírus sem Istenen kívül van, hanem Isten pontosan, ha azt akarná, hogy egy pillanat alatt az egész világon vége legyen a koronavírusnak, akkor egy csettintés idő lenne Istennek, és vége lenne az egész koronavírusnak mindenhol. De külön koronavírusról most nem akarok beszélni. Sajnálatosan jelen van, sajnálatosan itt van, illetve főleg akkor sajnálatosan, ha mi ezt nem tudjuk kihasználni, illetve azt nem tudjuk elérni, azzal nem tudunk élni, amiért a koronavírus van. Erről majd egy pár szót fogok ejteni. Minden esetre most a negyedik szakasz, a negyedik egységnek a végén vagyunk, illetve nem teljesen a végén, minden esetre az utolsó fejezetben vagyunk, a 14. fejezetben a jelenések könyvében. És mint ez is, mint ez a szakasz is, Krisztus első eljöveteléig-től a második eljöveteléig tart. Vagy akár úgy is lehetne mondani, hogy a teremtéstől, hiszen az egész történelmet szinte magába foglalja. Csak azért mondok Krisztus első meg második eljövetelét, mert a keletkezése erre a két időpont közé esik az első század végére, és amit leír, az jellemző volt utána végig, ma is a történelemben, illetve egyébként előtte is jellemző volt, csak akkor ezzel a tudással nem voltak teljes mértékig felvértezve azok az emberek, akik előtte éltek. Minden esetre ebben a negyedik szakaszban láttuk az egyház és a világ helyzetét. Láttuk az egyház helyzetével kapcsolatban, hogy az asszony, aki Isten terve, aminek a része, az egy elég nagy része maga az egyház, az Isten egyháza, ami különbözik a felekezetektől, katolikus, református, evangélikus, baptista, Golgota, stb. Egyéb felekezetektől független az egyház, mint önmaga szervezete, ami Krisztusnak a valóságos teste. Láttuk erről, hogy üldözött, de győzedelmes. Láttuk róla, hogy üldözött, de tökéletesen biztonságban van. És ha az üldözésre gondolunk, ha valakit arra gondolunk, hogy valakit vagy valakiket üldöznek, akkor nem éppen a tökéletes biztonság van a szemünk előtt, vagy nem nevezünk ki, halljuk a híradóból, hogy és üldözik a nem tudom milyen népcsoportot, akkor valószínűleg ott nem arról van szó, hogy rengeteg nyugodt éjszaka van, meg nappal van, mert bármikor ránk törhet az ellenség, tehát ott egy állandó készültség van. De itt nálunk, keresztényeknél, mi abszolút biztonságban vagyunk, tökéletes biztonságban vagyunk, üldözött egyház vagyunk, de abszolút biztonságban lévő egyház vagyunk, mi Krisztus teste, mivel Isten önmaga ad például olyan képeket, hogy ő, mint egy sas, véd bennünket, a szárnyaira vesz, vagy ránk teríti a szárnyát, gondoskodik rólunk, mindenről gondoskodik. Ez egy rá vonatkozó kép is, ami biztonságunkra vonatkozó kép. De beszél a világról is, hogy a világ igazodik hű zsoldosként a levegő birodalmának fejedelméhez, és követi a különböző trendeket, a politikai, ideológiai, vallási kereszténységtől független különböző vallási mozgalmakat. És itt egy nagyon fontos összefüggésre hívja fel a figyelmünket, hogy világít rá. Ez pedig az, hogy a politika és a vallás az összefűződik,
elengedhetetlenül részei egymásnak. És főleg a politika, a vallás, vagy a politikának része a vallás, vagy a vallásos színezet, vagy a római birodalomban ott volt a császárkultusz, illetve az a különböző isteneknek a kultusza, ami a római állam alá tartoztak. Minden helyről valami istenséget bevittek az ő szentélyükbe, és ott tartották, mint aki a birodalomnak az őrzői, mint a birodalom területének a védői. Ott tartották Rómában ezeket az isteneket, és imádkoztak hozzájuk. Aztán ott volt a 20. század már kommunizmus, ami ugye materializmus, ateizmus, szocialista embertípus ideológia, és vallásosság, mert tulajdonképpen az ateizmus egyfajta vallásosság, a szocialista embertípus egy vallásosság, hogy a rengeteg szó van róla, hogy hogyan viselkedik, és hogyan él egy keresztény, ugyanúgy szó van nem a katolicizmusban, a kommunizmusban, hogy hogyan él és viselkedik egy szocialista ember. Ugyanazt, persze más az eredménnyel, de ugyanúgy egy vallásos, a különböző népnevelő, kommunista, szocialista elvekre nevelő kurzusokon, ugyanúgy, vagy párt kongresszusokon énekelték a dicsőítő dalaikat, aminél a pártot dicsőítették, a párt emberei dicsőítették. Tehát az egésznek egy vallásos kultusz színezete van, mert hogy egy vallásos kultusz maga a kommunizmus. De ha az Ószövetségre tekintünk, az ószövetségi ősi Izraelre, arra az Izraelre, ami mint állam meg lett alakulva, alapítva, ott például alapvetően teokrácia, egyisten hit működött, ami természetesen összefonódásban volt, hiszen Isten adta a polgári törvényeket. Így természetes volt az összefűződés, az összefonódás az állam szervezete és a vallás között. Mert az államnak volt vallása, hogy most is minden államnak van vallása. És ez nem csak, ahogy láttuk az előző alkalommal, nem csak államokra igaz ez, hanem minden mozgalomra igaz ez, hogy minden mozgalom önmagában vallásos, nem lehet nem vallásos egy mozgalom se. És ezek a mozgalmak ideológiák, ezek igen gyakran keresztény ellenes mozgalmak és ideológiák. Még ha nem is kifejezetten az van benne az ő küldetés nyilatkozatukba, hogy én a kereszténység ellen vagyok, de azzal az értékrenddel, amellyel fellépnek, elengedhetetlenül keresztény ellenesek. De az egyébként, hogy a körülöttünk lévő ideológiai zivatarba mi keresztények egy kisebbség, egy alapvetően kisebbségi csoportot alkotunk, így úgy is lehetne nevezni, úgy is lehetne mondani, hogy mi egy ellenséges területen vagyunk, ez nem azt jelenti, hogy Isten ne lenne ezen az idézőjelbe tett ellenséges területen is úr, ne lenne itt is szuverén úr. Az ellenség csak olyan mértékben, megint csak idézőjelbe, győzhet, amennyire ezt Isten engedi. És azért engedi Isten, mert célja van az ellenségünkkel, célja van a sátánnal, célja van a gonoszokkal. És mi a célja? Például az, hogy mi növekedjünk és erősödjünk. Vagy a másik célja az, hogy mindenki, aki ki lett választva, az megtérjen. Hogy olyan mélyre menjen le akár, olyan állapotba kerüljön, amikor rájön, hogy én egyedül Istenhez, egyedül a Teremtőhöz tudok kiáltani, mert az én erőm az már semmi, az már nem tudja megoldani ezt az élethelyzetet. Kell lenni valaki magasabbnak, valaki nagyobbnak nálam. Nem lehetek én a világ középpontja. És amikor erre rájön az ember, akkor Istenhez kiált. És miután itt a 13. fejezetben a sátán két szövetségesét
szövetség, és itt láttuk azoknak az erejét és hatékonyságát. Egyébként azért nem csak úgy lár-pullár írja le, hogy mi van ezzel az első fenevaddal, meg a második fenevaddal, meg hogy kik ők, hanem azért írja le, hogy mi felismerjük és be tudjuk azonosítani őket. És azért írja le, hogy ne gondoljuk mi azt, hogy az állam az csak egy állam, vagy hogy egy ideológia az csak egy ideológia, hanem pontosan tudjuk, hogy nem lehet olyan, hogy valaki kommunista és keresztény is egyben, vagy bármilyen más ideológia vagy mozgalom követője és keresztény is egyben, ha csak nem természetesen az a mozgalom vagy ideológia az a Biblián alapul, és a Biblia értékrendje szerint működik, és Isten dicsőségét szolgálja. Ha nem szolgálja bármilyen mozgalom vagy ideológia Isten dicsőségét, kifejezetten Isten dicsőségét, konkrétan Isten dicsőségét, az akkor nem vállalható fel keresztények részére, az az ideológia vagy mozgalom. Egyszerre nem lehet ez is, meg az is a keresztény. És ezt az első századiak is pontosan látták, pontosan látta a szmirnai, az efézusi, pergamon gyülekezet egyébként, hogy nem lehet, és a többi gyülekezet is többé-kevésbé, hogy nem lehet két felé baktatni, nem lehet a sátánt szolgálni, és nem lehet Istent szolgálni. Mert hogy ennyire fekete-fehér a világunk. És mit látunk itt az első versben? Olvassuk is fel ezt a fejezetet, vagy hát ezt a fejezetnek az öt igeversét, az első öt igeversét, 14, tehát Jelenések 14 első öt igevers. És láttam, íme a bárány ott állt a Sion hegyén, és vele 144 ezeren, akiknek a homlokára az ő neve, és atyának a neve volt felírva. Hallottam egy hangot a mennyből, mint nagy vizek zúgását, és mint hatalmas mennydörgés hangját, és a hang, amelyet hallottam, olyan volt, mint a hárfásoké, amikor hárfán játszanak. Új éneket énekeltek a trónus előtt, a négy élőlény és a vének előtt, és senki sem tudta megtanulni ezt az éneket, csak a 144 ezer, akik áron vétettek meg a földről. Ezek nem szennyezték be magukat nőkkel, mert szüzek, ezek követik a bárányt, ahova megy, ezek vétettek meg áron az emberek közül, első zsengéül az Istennek és a báránynak. És szájukban nem találhatott hazugság, ezek fedhetetlenek. Tehát mit látunk itt az első versben? Az első versben látjuk a bárányt, amint ott áll a Sion hegyén. És ott van vele a 144 ezer. Megint csak ismétlésként, kik ők, ugye a bárány, az egyértelműen Jézus Krisztus. Mi a Sion hegye? A Sion hegye az Isten lakhelye, az Jeruzsálem. De nem csak, hogy Jeruzsálemről van szó, mert ez a Jelenések könyve, itt minden helyszínnek másfajta jelentése is van, nem feltétlenül az, ami konkrétan leírt helyszín, főleg, ha egy ilyen helyszín van, mint a Sion hegye. Ez azt jelenti, hogy a Sion hegyén van, hogy ő itt a földön van velünk. Nem azt jelenti, hogy a Sion hegyén van, de nekünk Jeruzsálembe kéne járkálni, mert amikor a Samária asszonnyal találkozott, és aki megkérdezte, hogy most a Garizim hegyén vagy Jeruzsálembe, hogy hol kéne az Istent imádni, akkor azt mondta Jézus, hogy se itt, se ott. Azaz se a Sion hegyén, a konkrét Sion hegyén. Persze ott is lehet, de mindenhol lehet. Nincs egy helyhez kötve. Ez is azt jelenti, hogy Jézus itt van továbbra is, az ő uralma, az jelen van a földön. Tehát nem valami mennyei homályban van Jézus, és Istennek az uralma, hanem ő továbbra is itt, ez az ő uralmi helye. A bárány ott áll a Sion hegyén, a bárány itt van a földön, és uralkodik a földön. Egyszerűen ennyit jelent. És ott volt vele a 144 ezer. A hetes fejezetben láttuk, hogy ez a harcoló egyház, az elpecsételt harcoló egyháza, mindenkori földön lévő harcoló egyház van
ezzel a számmal, ezzel a szimbolikus számmal jellemezve. Azaz most például mi vagyunk ez a 144 ezer. De értelemszerűen akik most a Istennel vannak, Ábrahám kebelén, Istennel vannak a mennyben, és ugye meghalt keresztények, ők is egykoron a 144 ezer tagjai voltak. Akár az Ószövetségből származnak, akár az Újszövetségből származnak, akár ószövetségi keresztények, akár újszövetségi keresztényekről van szó. És a homlokukra van írva valami. Van egy felirat a homlokukon. A homlokukon az a felirat van, ami az atyának a neve, vagy a Jézus neve, bárány neve, illetve az atyának a neve. Erre a részletre majd egy kicsit később vissza fogok térni. De nem csak látott valamit, hanem hallott is valamit János. És azt mondja, második igeversben, hogy hallottam egy hangot a mennyből, nagy vizek zúgása, hatalmas mennydörgés. A hang, amelyet hallottam, olyan volt, mint a hárfásoké, mikor hárfán játszanak. Most, aki ismeri, hallott már mennydörgést, meg hallott hárfát már az életébe, az pontosan tudja, hogy a mennydörgés meg a hárfa az két abszolút különböző hanghatás. Az egyik egy monumentális, nagy hanghatás, a másik pedig egy finom, abszolút finom, és oda kell figyelni, hogy valaki meghallja azokat a pengetéseket, amik egy hárfáról szólnak. Az egyiket mindenki meghallja, még ha egy a dunyhát is a fejére húzza, akkor is hallja a mennydörgést, a másikra pedig nagyon oda kell figyelni. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy nagyon összetett volt ez a fajta hang, amit hallott, amiben nagyon durva részek vannak, meg nagyon finom részek. Egyszerre van benne fájdalom, egyszerre van benne öröm, egyszerre van benne keserűség, egyszerre van benne vigasztalás. Egy csomó minden benn van ebben a hangba. Mert ez a hang, ez ennek több arca van, vagy több íze van. És mi ez a hang? Honnan hangzik ez a hang? A harmadik versben azt mondja, és új éneket énekelnek a trónus előtt, és a négy élőlény is a vének előtt, és senki sem tudja megtanulni ezt az éneket, csak a 144 ezer, akik áron vétettek meg a földről. Tehát hol hangzik valamiféle ének? Mi ez a hang, ami hallatszik? Ugye azt mondja, hogy senki sem tudta megtanulni. Na ez most mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a négy lelkes állat, vagy élő lény, és a 24 vén, és az angyalsereg az kevésbé képes megtanulni énekeket, mint ahogy mi. A memóriájukkal valami baj van ezeknek az élő lényeknek? Természetesen nem. Mi nem vagyunk eszesebbek, a mi agyunk az nem tartalmaz nagyobb gigabájtokat különböző adatok befogadására, így daloknak a befogadására is. Tehát itt valami másnak kell lenni. Valaminek kell lenni, ami miatt nem tudják, amiatt úgy írja le, hogy nem tudják megtanulni ezt az éneket, csak a 144 ezer, akik áron vétettek meg a földről. És itt ebbe a kitételbe, az utolsó kitételbe van a megoldás, hogy áron vétettek meg a földről, ugyanis ez a mi életünknek a dala. És nem csak, hogy ezt a dalt a 144 ezer tudja megtanulni, hanem a 144 ezeren belül is külön-külön dalok ezek, amik itt hangzanak. Mert hogy ha például valaki egy gyülekezetbe szeretne tartozni, egy gyülekezethez szeretne tartozni, és a gyülekezetnél tagság van, akkor nagyon gyakran a gyülekezet vezetősége leülteti a tagjelöltet, és megkérdezik tőle, hogy mégis hogyan találkoztál Krisztussal, milyen a kapcsolatod vele. És miközben elmeséli az ő történetét, az ő személyes történetét Krisztussal, közben rákérdeznek egy-egy részletre.
És ha az illető csak egy betanult szöveget mondana fel, mert hogy vannak ilyenek, akik egyszerűen át szeretnének élni valamit, sokat hallgattak, olvastak megtérés történeteket, és úgy gondolják, hogy átéltek valamit, mert hogy már a nagymama is szeretné, ha ezt valamit átélnél, és hogy a gyülekezet tagja legyél, és ő más emberek, más kortársak élményeiből rakja össze a saját mondani valóját, de ez egy ilyen beszélgetésben aránylag egyértelműen ki tud derülni. Mivel megtanulni megtérés történetet ugyan meg lehet tanulni, de személyes élményt nem lehet tanulni. A személyesen kell átélni. És ezek a dalok, amik itt elhangzanak, azok személyes dolog, mert személyesen mi áron vétettünk meg a földről. Nekünk személyesen külön és külön történetünk van Istennel, Krisztussal kapcsolatban, és ez az egyedi közös történet az, amit meg van énekelve, ami a mi saját életünk, illetve énekünk. Mert hogyha Isten elé leborulunk, akkor a mi saját életünkből jönnek elő a mi imádságaink, illetve jönnek elő az esetlegesen énekben elmondott imádságaink, köszöneteink, hálánk Isten felé. Ez pedig csak ebből a nagyon személyes ismerettségből fakadhat. Mert a négy lelkes élőlény, meg a 24 vén, meg az angyalsereg, meg senki más nem ápol ennyire közeli kapcsolatot Istennel, bár ők a mennyben vannak, bár ők lesik az ő gondolatát, bár ők automatikusan egyből teljesítik az ő gondolatát, de mégsem lehet azt olvasni, hogy Isten lelke az belement volna az angyalba, vagy ott lenne ezzel, azzal, amazzal. Isten lelke, az ő megmentő szeretete, a megváltás, az hozzánk tartozik emberekhez, nem tartozik az angyalokhoz. Sosem fogja egy angyal, még ha ott van a mennyben, akkor sem fogja olyan belsőségesen megtapasztalni Istent, mint amilyen módon mi itt a Földön megtapasztaljuk Istent. Ezért nem tudják megtanulni, ezért lehetetlen nekik, hogy megtanulják, idézővetéve megtanulják, vagy hogy ők énekeljenek egy ilyet, mert ők nem tudnak, mint megváltóra rátekinteni, saját megváltójukra rátekinteni Krisztusra. Mi ezt meg tudjuk tenni. És a mi jellemzésünknél látunk egy pár érdekes dolgot a 4-es 5-ös igeversbe. Látjuk azt először is, hogy nem szennyeztük be a ruhánkat, magunkat nőkkel, mert szűzek vagyunk. Na, tehát szűzek, nőkkel nem szennyeztük be magunkat. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a 144 ezer az csak férfiakat jelent, és csak szűz férfiakat jelent. Tehát maga az egyház az csak férfiakat és csak szűz férfiakat ölel magában, mert akkor nagyon sokan nem, hiába jönnek gyülekezetbe, de nem részei a kereszténységnek, nem részei az egyháznak. Tehát természetesen ezt nem lehet így érteni. Ráadásul egy másik kép is az egyházra, ez a kép pedig a menyasszonynak a képe, ami pedig egy abszolút feminin, egy abszolút női kép, és azt sem lehet mondani, hogy csak nők. Ráadásul, mivel menyasszony, ezért ő is szűz, csak szűz nők lennének az egyházban. Nem, ez nem igaz. Az egyházban rengeteg házas van. A szüzesség a Bibliában az nagyon fontos a házasságig. Házasság után pedig az a lényeg, hogy ne legyen szűz az illető. Mert hogy Istennek az első parancsolata az emberpárnak az volt, már legalábbis a Bibliából ez derül ki, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet. A szűzen igencsak nehéz megcsinálni. Nem azt mondta az első Ádámnak meg Évának, hogy próbáljátok szűzek maradni, mert nekem azt tetszik, hanem ellenkezőleg azt mondta,
hogy szaporodjatok, sokasodjatok. És az új szövetségben is szintén a házasságnak egy kiemelt szerepe, illetve terepe van, és a házasság idealizált eszményképe az, amit fölemel az új szövetség, ami felé az összes keresztény házas pár, illetve házasság törekszik, hogy azt elérje, azt megvalósítsa. Tehát a maga a kapcsolat, a testi kapcsolat is, ami a házassággal együtt jár, az egy kívánatos és jó dolog. Itt akár a mennyasszony, akár itt a szűz férfiaknak a képe, ez csupán azt jelenti, hogy tökéletesen megtartóztatott tiszta élet az Isten felé. És ez azt is jelenti, hogy ez, és nem testi vagy emberi kapcsolatokban, hanem főleg lelki kapcsolatokban, illetve élet-cél kapcsolatban megnyilvánuló tisztaság. Azaz nem a sátánnak akarom élni az életemet, nem a világi kívánságoknak vagy egyébnek akarom élni az életemet, hanem Istennek akarom élni az életemet. Isten felé, ennek az Isten kapcsolatnak vagyok tiszta, vagyok szűz. Ilyen módon van ez. Ami mellé, a szüzesség mellé van egy sóvárgás is természetesen, és van egy összpontosítás, egy tiszta élet, ami megy a cél felé, megy a menny felé. Ezután látjuk azt, hogy ezek követik a bárányt, ahova megy. Igen, mi követjük a bárányt, amerre megy, hiszen ő a mi társunk. Ugye a mennyasszonynak ő a vőlegénye. Nekünk, a 144 ezernek ő a báránya, a megváltója. Tehát természetesen őt követjük, ő a mi pásztorunk, nem csak bárányunk, hanem pásztorunk is ő. Tehát követjük őt. Követjük a hangját, mert halljuk az ő hangját. És a követéssel kapcsolatban az előző ige hirdetésekbe visszaidéztük a jézusi elveket, a követést illetően, azt, hogy ha valaki én utánam akar jönni, akkor tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és úgy követhet engem, úgy követhet engem. Tehát ahogy Krisztus az életével, élete minden mozzanatában felvette a keresztet, és úgy ment előre, ugyanúgy mi is úgy megyünk előre ebbe a világba. És ha úgy megyünk előre ebben a világban, akkor az eljövendő világban is úgy fogunk menni, mert Krisztus azt mondta a János 14-be, hogy én elmegyek és helyet készítek, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Értelemszerűen, ha itt követjük ebbe az életbe, akkor ott is követni fogjuk. Tehát követjük a bárányt, ahova megy. Ha bárány meghal és feltámad, akkor mi a halálába és a feltámadásába követjük. Ha ő a mennyben van, akkor a mennybe követjük őt. Mindenhova követjük őt. Ezek vétettek meg Áron az emberek közül első zsengőül az Istennek és a báránynak. Mit látunk itt? Azt látjuk itt, hogy Áron vétettek meg. Istennek meg kellett vásárolni bennünket. Ahogy a Péter első levele, első fejezete mondja, 18-as, 19-es igeversbe, tudván, hogy nem veszendő dolgon ezüstön vagy aranyon váltottatok meg atyáitoktól örökölt hiábaló életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Ezért kell nekünk, ahogy a 17-es igevers mondja, személyválgatás, aki személyválgatás nélkül ítél meg mindenki cselekedet szerint, félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét. Ez nem páni félelmet jelent, hanem körültekintő félelmet, vagy azt a félelem elhagyása nélkül körültekintő életet, tudatos életet jelent. Olyan életet, amit Isten határoz meg, amit Istenre figyelés határoz meg. És így ezért, ha mi hiszünk, és aki hisz, az pontosan tudja, hogy engem is ő megvásárolt. Zsenge vagyok én is, azaz nem egy
elit csapat, egy élcsapat tagja vagyok, amint keresztény lettem, nem lettem szuperhős, nem lett különböző erőm, nem lettem X-Men, vagy egyéb különböző szuper karakter valami meséből vagy filmből, hanem normális ember lettem, és mivel normális ember lettem, ezért ez azt is jelenti, hogy tanulom, hogy milyen normális embernek lenni, és miközben egész életemben tanulom, hogy milyen normális embernek lenni, azaz istenfélő módon élni az életet, ez a zsengeségem még akár az életem végén is meg fog látszani. Hogy törékeny vagyok, hogy szükségem van arra, hogy Isten óvjon és védjen engem. Mert sosem lesz olyan, amikor kikerülök, akkor eléggé felnövök, amikor önmagamtól fogok gyümölcsöt hozni, mert nem tudok máshogy gyümölcsöt hozni, csak is úgy, ha Krisztusba vagyok beoltva. Ha ő a törzs, amihez én csatlakozom. Az ötös igeversben olvashatjuk, hogy szájban nem találhatott hazugság, ezek fedhetetlenek. A Jakabban olvasható ugye a nyelvnek a hatalma. Ha valaki a nyelvét megfékezi, akkor szinte bármire képes. És itt is látjuk ezt, hogy nem találtatott hazugság a szájukban. Ezek fedhetetlenek. Bárcsak igaz lenne ez a keresztényekre ez a kép, de Isten így lát bennünket, és ez az a cél, ami felé mi megyünk. Nem véletlenül emeli fel Isten mindig a célt egy kicsit magasabbra. Mert mi is sóvárgunk, ha nincsen előttünk cél, és mindenki előtt van cél egyébként. De nehogy valaki azt gondolja, hogy hát egy valami célt át kell ugranom, és ez valami egész más, mint ami normálisan van a világban. Mert mindig van valamiféle cél előttünk az első, a születésünktől fogva mindig van valami, amit el akarunk érni. Akár az iskolába jó jegyek, akár valamikor, amikor szobatisztaságra, hogy az ember legyen szobatiszta, egy ilyen váradalom, és a gyerekben is benn van valami, hogy ezt meg tudja valósítani. Az iskolában jó jegyek, aztán utána megint csak valami szakma, valami család, valami jó család, valami normálisan nevelje a gyereket. Tehát mindig van valami különböző cél, ezért természetesen Istennél is van egy cél, amit el lehet érni. Van egy valami, egy cél, amit át lehet ugrani, amit meg lehet ugrani, ami felé lehet menni. Ezért nehogy valaki ezt gyomorgörcsel tekintse, hogy milyen az a cél, amit ő ad, milyen az idea, amit ő felfest. Mert ez természetes rész az életnek. Ha nem lenne ez, akkor is lenne az ember előtt egy idea. Csak akkor éppen egy hamis és az önmagára káros idea lenne előtte. Ez a kép, ez nem káros, hanem ez egy hasznos ideakép, ami előttünk van. Hogy a szájunkba se találtasson semmilyen hazugság. És ha ezt ránézünk erre a képre, itt a 14 első 5 igeversér és a 13-as fejezetre, akkor rengeteg párhuzamos dolgot láthatunk. Például a 12 végén ugye a sátán odaállt a fövényre, a tenger fövényére, tehát a tenger és a szárazföld határára szinte. Itt pedig látjuk, hogy a bárány odaállt a Sionra. Azaz mindkettő itt a földön munkálkodik. Mindkettő hatása itt van a földön. Aki és akik a sátánhoz tartoznak, ugye első fenevad, második fenevad, és az alattfalók, a követők, és itt pedig az összes pogány ember tulajdonképpen, az összes nem keresztény ember, és itt van a 144 ezer a bárányjal, a követők. Mindegyik követő csoportnak van valami a fején, valami felirat. Az egyiknek ugye a fenevad neve, vagy a fenevadnak a száma, vagy és vagy a fenevad száma. A másik csoportnak pedig ott van a bárány neve, és az atya neve. Tehát látjuk, hogy itt is van egy abszolút párhuzam a két csapat között. És ahogy megnéztük, ugye a fejfelirat az a gondolkodásmód.
A jobb kéz az a cselekedet, tehát ez a gondolkodásmód, amiből általában az a cselekedetek is származnak. Tehát itt kifejezetten, és utána látjuk is az éneket itt a 14-ben, tehát látjuk, hogy az ő jobb kezük is, hogy így fogalmazzak, átfügg a 13-ból, az is megfelel az ő gondolkodásuknak. Tehát a jobb kezükön is az atya a bárány neve, illetve az atya neve van. Aztán látjuk, a szájukból is jön ki valami, mind a fenevaddaknak, mind pedig az alattvalóknak is, mind pedig a 144 ezernek is. A fenevad és követőinek a szájából káromlás származik, Istennek a porral való vegyítése, egyesítése. A másiknak pedig új Isten dicsőítő, Isten felemelőjének származik a szájából. És ez is mind a kettő egyébként, ugye a aki a mi szövetségesünk, aki a mi vezérünk, annak való engedelmességből származik, a szánkból kijövő dolog. A gondolat, ami megfogalmazva ugye bűnszül egyeseknél, a szájon keresztül is kimondva, vagy pedig nálunk jó illatot, Krisztus jó illatát, amint kijön a szánkból. Illetve még van egy párhuzam, ez pedig az, hogy mindenki oda kerül, ahova az ő ura. A sátán követői, azok oda kerülnek, ahova majd a sátán. És mi is oda kerülünk, ahova a mi urunk, akit követünk, a bárány került. És nincs köztes út. Ez a két út, és ez a két történet, ez a kettő párhuzamosan történik mindig a történelemben. Ez párhuzamosan állandóan jelen van. És remélem, hogy ezt látjuk. És ami ebből fontos, ugye a 13-asban két igevers is felhívja a keresztény olvasóknak a figyelmét, illetve hallgatók figyelmét. Az egyik az, amit tennünk kell, ugye, hogy itt van helye a szentek álhatatosságának és hitének, illetve amit meg kell vizsgálni, hogy honnan származik ugye a 13-18, a 666 emberi számaz, számlálja meg, ugye használjuk az értelmünket. Ne hódoljunk be ezeknek a különböző világi dolgoknak, és tegyük azt, amit Isten akar. Az egyikkel ismerjük, de ne hódoljunk be, tudjuk az ellenségről, hogy kicsoda az ellenség, ne engedjünk neki, Istennek viszont abszolút engedjünk. Azt tegyük, amit ő akar. És mindannyian keresztények részei akarunk lenni ennek a 14-es fejezet első igeversében lévőknek. Ott akarunk lenni, és ott akarunk maradni. Aki nem keresztény, annak kívánom, hogy itt legyen, aki pedig keresztény, annak pedig azt kívánom, hogy maradjon itt. És élvezze azt, hogy újabb és újabb dalok születnek az ő szívében és száján. Újabb és újabb élményeket él át Istennel. Mert hogy ennél jobb dolog nem történhet ezen a földön. Semmi más nem jobb ezen a földön, mint Istennel lenni. Nem jobb, nem lehet jobb az embernek a házassága, a gyereknevelése, a szakmája, ez azt lehetne mindent mondani, minden, amit itt át tud élni a földön, de egyik sem olyan jó, mint az Istennel való kapcsolat, és annak a mélysége, és annak az öröme. Merüljünk tehát bele ebbe az Isten kapcsolatba. Merüljünk bele ebbe az énekbe, amit mi éneklünk az Isten kapcsolatunkból fakadóan. Abból fakadóan, hogy ő a mi megváltónk. Ő a mi urunk. Ő a mi mindenünk. Mert az életünket megvásárolta, és az övé vagyunk. És úgy is bánik velünk, mint akik értékesek, mert hogy értékes dolgot, a saját életét adta oda értünk. Elhagyta a mennyet, ezt tette értünk. És így is bánik velünk utána. Merüljünk ebbe bele, és élvezzük ezt. Ámen.